Jó estét kívánok! Több ezren emlékeztek Tianjinben a múlt heti katasztrófa áldozataira. A hírek szerint az elhunyt tűzoltókat hősi halottakká fogják nyilvánítani, így családjaik rendszeres állami juttatásban részesülhetnek. Közben továbbra is folyik a detonáció helyszínén a romok eltakarítása és a holttestek kiemelése. A hatóságok ugyanakkor megsemmisítettek 150 tonna mérgező nátrium-cianoid maradványt. Gyertyát gyújtottak Tianjin lakosai, így emlékeztek a szerdai katasztrófa áldozataira. Hivatalosan eddig 114-en vesztették életüket a robbanás sorozatban, de 70 embert eltűntként kezelnek, így ez a szám még emelkedhet. Egy kicsit csalódott vagyok. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen veszélyes anyagokat tárolnak csupán 2 kilométerre az otthonomtól. Ez megdöbbentő, mondja ez a tianjini lakos. Kedreggel már a 15 milliós város különböző pontjain több ezren emlékeztek a katasztrófa halottjaira. A tűzoltók, a rendőrök és az orvosok szirénazúgással és főhajtással rótták le kegyeletüket. Nagyon szomorú vagyok. Természetes és emberokozta katasztrófák nem történnek minden nap. Ilyen robbanás nincs túl gyakran az egész világon. Az áldozatok elmentek, nekünk pedig erősnek kell maradnunk, mondja az egyik tianjini kórház orvosa. Kínai sajtóforrások szerint megkezdődött az elhunyt tűzoltók hősi halottá nyilvánításának folyamata. Ez nem csak kártérítést, de rendszeres állami juttatást is jelent a családjuknak. A nagy erejű robbanás sorozat 17 ezer családnak és 1700 cégnek okoztak kárt. A városvezetésnek 6 ezer embert kell biztonságos helyre költöztetnie. Többen közülük visszamentek megsemmisült otthonaikba, hogy elhozzanak néhány megmaradt holmit. A fiam dolgai közül akarok megmenteni néhányat. Mindjárt kezdődik neki az új tanév, és nekem is kell néhány ruha, meg a személyes irataink. Mondja ez a nő, akinek otthona teljesen lakhatatlanná vált. Közben a hatóságok bejelentették, a város ipari parkjában több mint 150 tonna rendkívül mérgező nátrium-cianid maradványt gyűjtöttek össze, és semlegesítettek 3 kilométeres körzetben. A tianjini polgármester helyettes ismét megerősítette, mind a levegő, mind a vízminőség adatai a biztonságosnak tekintett szabványértékeken belül vannak. A veszély azonban nem hárult el végleg. A városban kedreggel elkezdett esni az eső. Szakértők korábban jelezték, a nátrium-cianid vízzel érintkezve veszélyes kémiai reakciót idézhet elő. Nincs túlélője a vasárnap történt indiai repülőgép szerencsétlenségnek. A mentőalakulatok helyidő szerint ma reggel megtalálták a gép roncsait, fedélzetén az utazók holttestével. A gépen 54-en tartózkodtak a lezuhanás pillanatában, köztük 5 gyerek. Hatóságok szerint a gép valószínűleg a rossz időjárási körülmények miatt zuhant le. Megtalálták a vasárnap lezuhant indonéz gép roncsait és a járat fekete dobozát is a mentőcsapatok. A szerencsétlenségnek nincsenek túlélői, a holttestek hazaszállítását nehezíti, hogy a gép a dzsungel mélyén zuhant le. A fekete dobozt a délutáni órákban találtuk meg. A mentőcsapatok rövidesen átszállítják a berendezést a Nemzeti Közlekedés Biztonsági Bizottság szakértői számára, akik megkezdik annak vizsgálatát, fogalmazott a mentőcsapatok egyik vezetője. A hatóságok azt gyanítják, a rossz időjárás miatt zuhanhatott le a gép, amelynek fedélzetén 49 utas és 5 főnyi személyzet tartózkodott. Az utazók közt 5 gyerek is volt. A repülő teljesen megsemmisült, a testek összeégtek, nagyon nehéz lesz őket azonosítani. Számolt be a szerencsétlenség helyszínén tapasztaltakról a kutatást vezető mentőszolgálat első embere. Az áldozatok hozzátartozói abban reménykednek, hogy a hatóságok rövidesen vissza tudják szállítani a holttesteket. Némi vigaszt jelent, hogy megtalálták a roncsokat. Reméljük, hamarosan vissza tudják szállítani a holttesteket, és el tudjuk temetni a halottainkat, mondja egy férfi, akinek a bátyja utazott a gépen. A repülő egy nagyobb összegű adományt is szállított az ország elhagyatott vidékén élő szegények megsegítésére. A hatóságok a pénz sorsáról egyelőre nem adtak hírt. A járatot üzemeltető légitársaság szerepel az Európai Unió fekete listáján. Gépei nem léphetnek európai légtérbe. 1991 óta 14 komolyabb balesetük volt, amelyben összesen 10 gépet veszítettek el. A most szerencsétlenséget szenvedett gép vasárnap helyi idő szerint délután 2:30 körül szállt fel.
Alig fél órával később szakadt meg a kapcsolat vele. Egy ember életét vesztette, miután tüzérségi támadás érte a kelet-ukrajnai Donyeck egyik lakónegyedét. A februárban kötött minszki tűzszünet ellenére az elmúlt hetekben újraélettek a harcok az ukrán kormányerők és az orosz barát szeparatisták között. Közben Vlagyimir Putyin a Krím-félszigetre látogatott, ahol azt mondta, Ukrajna külföldi irányítás alatt áll. Tüzérségi támadás érte a szeparatisták által irányított Donyeck egyik lakóövezetét. A februári minszki tűzszünet ellenére az elmúlt hetekben sűrűsödtek a hasonló támadások a konfliktus zónában. Néhány perccel éjfél előtt zuhant egy gránát a házunkra. Megsemmisítette a kerítést, és fejbe találta az apósomat is, aki meghalt. Mi a pincében voltunk, mondja ez a donyecki nő. A támadás elkövetésével az orosz barát szakadárok és a kijevi kormányerők egymást vádolják. Ezt a lépést az ellenség tette. Már nem is ukrán célpontokat bombáznak, hanem civileket. A legközelebbi alkalomnál azonnali választ fognak kapni, mondta az ukrán hadsereg szóvivője. Az orosz külügyminiszter ugyanakkor amiatt aggódik, hogy a jelek szerint Kijev újabb harci cselekményekre készül. Szergej Lavrov elmondta, a szakadárok és Kijev között több tárgyalást is folytattak arról, hogy létrehozzanak egy demilitarizált övezetet Szirokine településnél, és 15 kilométerre visszavonják a frontvonaltól a 100 mm-esnél kisebb kaliberű fegyvereket. Közben Vlagyimir Putyin a tavaly Oroszországhoz csatolt Krím-félsziget üdülőközpontjába, Jaltára látogatott. Az orosz elnök az itt működő nemzetiségi társadalmi szervezetek képviselőivel rendezett találkozón vett részt, ahol azt mondta, az ukrán nép megalázása, hogy az ukrán kormányban és a régiókban külföldiek foglalnak el kulcsfontosságú posztokat. Putyin a találkozón arról is beszélt, elképzelhető, hogy megkönnyítik az orosz állampolgárság megszerzését a krími tatárok számára. Polgári peres esküdtválogatásra idézték be Donald Trumpot. A republikánusok jelenleg legnépszerűbb elnökjelölt aspiránsa hozta a tőle megszokott stílust. Limuzinnal érkezett a bíróság épületéhez, amellyel végig tilosban parkolt. A milliárdos üzletembert rendőrök és újságírók sorfala várta a helyszínen, Trump pedig a tömeget kihasználva elkezdett autogramot osztogatni. Az újságíróknak pedig arról beszélt, hogy fontosnak tartja, hogy eleget tegyen állampolgári kötelezettségének. Trumpot végül nem válogatták be, és ezzel 6 évre felmentették őt az esküdti kötelezettség alól. 6 hónap börtönre ítélték egy lett légitársaság másodpilótáját. A férfi mulatozás után indult volna munkába. Véralkohol szintje 7-szerese volt az elfogadott határértéknek. Az eset másfél hete történt, a járat pilótája is érintett az ügyben. Nála a megengedett alkoholszint dupláját mérték. Az ő tárgyalása szeptemberben kezdődik. A pilóták gépe 109 utassal a fedélzetén repült volna Oszlóból Krétára. Ám a hatóságok névtelen bejelentés alapján értesültek arról, hogy a személyzet viszkit és sört ivott felszállás előtt. És ez volt a Világhíradó kedd este. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!